A Városházán több napig válogatták a cipős dobozokat, hogy mindegyik a megfelelő helyre még karácsony előtt eljuthasson. Első körben, és ez volt hétfőkedd, az iskolai szünet kezdete miatt az első nagykanizsán az összes iskolának, bölcsödéknek és óvodáknak elment már a szállítmány, tehát ez hétfőkedden szelektálás fiú-lány korra nemre való tekintettel természetesen ez megtörtént. Nagyjából a szociális intézményekkel, civil szervezetek segítségével együtt nagyjából Nagykanizsán olyan 1000 darab doboz ment el már. Itt mindig megvolt a listánk arról, iskoláktól, intézményektől, hogy kik kapják meg ezt pontosan. A következő kör, ami a mai napnak is az aktualitása, az a környező települések, akik önkormányzatokként, intézményként, iskolaként részt vettek csodapontként az akcióban. Ők szintén összeállították a listájukat, és ő feléjük menjen ki a szállítmányok, vagy mi visszük, és oldjuk meg a szállítást, vagy pedig mondjuk, ahogy galambok esetében is ők tudták biztosítani szállítást, érkeztek hozzánk, és akkor elviszik az iskolákba, óvodákba, kiosztják. Harmadik kör, ami szintén már párhuzamosan mai nap zajlik, a környező településeken polgármesterek bevonásával, segítségével ők is elkészítették azokat a listákat családok bevonásával, ahol rászoruló gyermek van. Itt azért nagyon pici települések is vannak, mondjuk egy oltárc, teszem azt, ahol valóban nagyon kevés kisgyermek van, és sokszor egy-egy család vagy két-három családhoz köthetőek, és őnekik szintén vagy az önkormányzatról, vagy a polgármester maga érkezik autóval, és akkor azt a 6-8-10 dobozt kiviszi. Nagyjából most olyan 1200-1300 doboz van, ami már elment. Tehát már kinn van intézményeknél, iskoláknál, óvodáknál, bölcsőléknél megkaphatták már a szülők természetesen, tehát úgy próbáltuk őket instruálni, hogy ne a gyermek kapja meg, szülők kapja meg, és majd otthon a karácsonyfa alatt legyen meg az öröme. És aztán a következő lépésünk igazából, amikor itt a környezet, mai napon valószínűleg az összes település, akit bevontunk itt Magyarszerdahelytől elkezdve Újudvaron, Sormáson át, Csapi, Galambok benne volt, és akkor az említett oltárc. Ha ez körbeért lényegében, és a polgármesterek már azt jelzik, hogy ő náluk megtörtént, vagy kivitték, akkor a fennmaradókt Kárpátaljára szeretnénk eljuttatni. Tehát a legvégső pont az, hogy a hét második felében egy autó elvigye ezt a szállítmányt majd kárpátaljai magyar gyermekek felé. A határon túli magyar gyerekeknek csütörtökön délelőtt indult el az egy doboznyi szeretet akcióban összegyűjtött több mint 1000 cipős doboz adomány. Itt Nagykanizsán azok a rászoruló gyerekek már megkapták az ajándék csomagokat, a szeretett csomagokat, nem csak Nagykanizsán, hanem itt a környező településeken is, ahonnan az intézmények vezetői jelezték azt, hogy kik azok a gyerekek, akik kapjanak, kisebbek, nagyobbak egyaránt. És ami még maradt, mert azt tudni kell, hogy közel 4000 darab szeretett csomag doboz készült itt el az egy hónap alatt, és hát ez a hét pedig azt a feladatot adta nekünk, hogy ezt juttassuk el a kisgyerekekhez. Most a Hidrofilt segítségével Budapestre megy egy idézőjelbe szállítmány, és onnan a református szeretett szolgálat fogja majd eljuttatni Kárpátaljára a rászoruló gyerekeknek. Nagy volt az összefogás, én nagyon örülök ennek, tehát hogyha jó a cél, nemes a cél, akkor Nagykanizsa, és nem csak Nagykanizsa, hanem a környék lakói összefogtak, családok, úgy képzeljék el, hogy közel 4000 családról van itt szó, akik úgy gondolták, hogy szeretnének egy ismeretlen kis gyermeket, ennek örömet okozni és megajándékozni itt karácsony szent estéjén. Nagyon örülök ennek, köszönöm mindenkinek, aki ebben részt vett. Természetesen nem csak azoknak, akik összegyűjtötték ezeket a szeretett dobozokat, hanem akik segítettek eljuttatni az adott helyekre. Mert pont Kárpátalja lett a célpont? Úgy gondolom, hogy Kárpátalján nagyon
Másutt is természetesen, de Kárpátalján nagyon rászorulnak az ott élő családok. Tudjuk azt, hogy milyen körülmények között élnek, milyen nehéz a helyzetük. Nem véletlenül van az, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége is összefogott, és városonként 5 millió forintot adtunk, és ezzel is a kárpátaljai időseket, gyermekeket, iskolákat, intézményeket, kórházakat például támogattunk.